vagy van a szaharóz. Szorgosan jegyzetelnek a diákok kémia órán a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Ebben a tanévben is több versenyen jeleskedtek a fiatalok. Végzősök, a 12-esek 4 tárgyból is túljutottak az első fordulón. Magyar nyelv, irodalom, történelem és biológia tárgyakból, sőt, történelemből a 3. fordulón is túl vagyunk. Most várjuk, hogy mi lesz az eredmény az utolsó forduló előtt, és éppen tegnap érkezett meg az értesítés, hogy a magyar nyelvi versenyen, UKTV-n az egyik diákunk bejutott a szóbeli döntőbe, tehát a legjobb 30 közé. Nem kevés munka van mögötte, de nagyon, tényleg ez nagyon kimagasló, tehát egy osztályból 4 is tovább jussanak, és a 2. fordulót is eredményesen vegyék, és reméljük, hogy azért még talán a szóbeli döntőbe is, még egy szóbeli döntőbe, vagy akár még 2-be is bejutnak. Tehát ez tényleg, azt gondolom, hogy nagyon szép teljesítmény. Aztán folytathatjuk a sort azzal, hogy tavaly ilyenkor, vagy március táján egy Kárpát-medencei versenyt, történelemversenyt nyert meg 2 diákunk. Bonyhádi Gimnázium szervezte ezt a László Gyula történelemversenyt. Ebben a tanévben pedig 9-esekkel, 2 9-es csoportommal tudtunk bejutni a Kultúra Nostra nevű történelemverseny országos döntőjébe, pontosabban Kárpát-medencei döntőjébe, ahol a legjobb 10 csapat szerepel majd. Nagy nevek, vagy nagy gimnáziumok mellett, a székesfehérvári ciszterci gimnázium, vagy zalaegerszegi gimnázium mellett a kis 9-esek is nagyon-nagyon lelkesen, rettentő lelkesen és nagyon nagy odaadással dolgoztak, és reméljük, hogy a szóbeli is így fog sikerülni. Az igazgató azt mondja, a szorgalom a fél évi tanulmányi eredményeken is megmutatkozik. A Covid óta úgy tűnik, hogy úgy helyre billent valami. Már tavaly jobb volt lényegesen az évvégi tanulmányi eredmény is, és most a fél évben ez folytatódott, ez a növekedés, ez a változás. Tehát valószínűleg most úgy visszatalálunk a Covid előtti helyzethez, sőt, tehát annál is jobb eredményeket sikerült most évvégén is fél évkor produkálni a gyerekeknek, és ezért úgy biztató a felvételi, meg az érettségi előtt, hogy valószínűleg jól fog sikerülni. Nehéz megmagyarázni, hogy hogyan jön össze úgy osztály, hogy tényleg nagyon-nagyon sokan és jó eredményt produkálnak, máskor pedig nem annyira, pedig ők is ügyesek és tehetségesek. Tehát lehet, hogy, sőt biztos, hogy ebben az osztály is benne van, tehát maga az osztályközösség, tehát az a fajta szemlélet, ami egy osztályban benne van. Ha már néhányan vannak olyanok, akik úgy hisznek magukban, vagy lelkesednek valamiért, akkor az már előremutató, és ebben az osztályban többen vannak, például nagyon kimagasló sportolók, tehát ilyen országos szinten is kimagasló sportolók, úgyhogy lehet, hogy ezzel is összefügg. Ezt jelzi az is, hogy ősszel az eddigieknél sokkal többen tettek előrehozott érettségi vizsgát. Tehát nem mindenki az évvégi előrehozott érettségét választja, volt, aki úgy döntött, hogy még készül és ősszel próbálkozik ezzel. Nagyon, nagyon szép, nagyon kimagasló eredményeket értek el, hogy ez biztató az érettségi előtt és a felvételi előtt. Az oktatási hivatal adatai szerint idén több mint 71 ezer diák jelentkezett a középiskolai központi felvételi vizsgára. Közülük 56 ezer 8-os, 9106-os és több mint 6 ezer 4-es. Ők az ország 541 pontján írták meg a tesztet magyarból és matematikából. Nem volt ez másként Tolnán sem, szép számmal voltak jelentkezők. Megírták a diákok a felvételit, mi nem tartunk szóbeli vizsgát, tehát a tavalyi évvégi és az idei félévi eredmények mellett az írásbeli felvételi eredményeket összesítjük, és így alakulnak ki a pontszámok. Az előző évekhez képest talán egy kicsit növekedett a beadott jelentkezési lapok száma, de ilyen körülbelül, ha most úgy összességében számolom a két osztályra, ilyen körülbelül két és fél háromszoros a túljelentkezés. Persze nyilván nem mindenki első helyen jelöli meg azt a gimnáziumot, ahova beadja, mert 2-3 helyre szokták beadni a diákok a jelentkezési lapjukat, de nagyjából ennyi, vagy picivel kevesebb szokott lenni így évek óta, úgyhogy
változatlanul. Két osztályt szeretnénk indítani, egy 6 év folyamost és egy 4 év folyamost. A végzősök is már lázasan készülnek az érettségi vizsgákra. Le kellett adniuk az érettségire való jelentkezést február 15-éig, tehát ezt lezártuk. Ez egyben azt is jelenti, hogy eldöntötték a diákok, hogy középszinten vagy emelt szinten szeretnének érettségizni, és beadták a jelentkezésüket egy egyetemre, főiskolára. Az érettségi jelentkezés tulajdonképpen ezzel lezárult, tehát ezen már nem lehet változtatni. 2016 óta ahhoz, hogy a diákok megkapják az érettségi bizonyítványukat, 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük, erre több lehetőségük is van a városban.